Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig a Párásító Podcast. Akik ma velem vannak... Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Tipko Krisztián, alias Mújó. Teleszörcsök, bakker. Nagyon szépen köszönöm, hogy elneveted magad azon, hogy eszedbe jut, hogy hangosabban kéne beszélni. Nem, azon, hogy pont beleszörcsögött. Várjál, mondd -e még egyszer, Krisztián. Na, hagyjatok békén. Lapozzunk. Én vagyok az. Hát ez kész, ez a pali. Figyelj, már valami kevésbé kattogós. Föltaláltam az elektronikus dorombot. Mit játszak? Egy Marseillest, kérlek, egy Marseillest. Édes nagyon Istenem, jó. Veletek is ki van az ember a vízből. Ah. Kezdjük egy kis laza témával. Megint a széllel szembe húgyozás, a fölöslegesen cikk megjelentetés, csak hogy egyel több legyen az oldalon, és ezzel kattintást, illetve hirdetés számot generáljunk. Megint megjelent egy újabb félretájékoztató cikk, természetesen a magyar weboldalt is be fogjuk rakni majd a adásmenetbe. Fantasztikus. Ebben benne van a quintesszenciája annak, amit itt most már ez a 23. adás, a 23 adás alatt elmondtunk, és amit az előző adásban a kedves újságíró hölgyel is átbeszélgettünk. Itt kitérnek arra, hogy az e-cigaretta gőze nem is tiszta, van benne formaldehittől kezdve a nehéz fémekig minden, nem biztonságos, mert illatosított anyagokat tartalmaz, akkor jönnek ezzel, hogy az e-cigaretta megkönnyíti a leszokást, amit senki nem mondott, hogy megkönnyíti, senki nem mondta, hogy leszoktat a dohányzásról. Alternatív. Kérdezzem meg mindenki engem, mennyire könnyű volt leszokni. Fuck yeah. Én azért imádom ezeket a történeteket, ez ma jutott eszembe, hogy ezek a nevezzük újságoknak ezeket a valamiket, megalkottak egy teljesen új fogalmat, az egészségügyi bulvár fogalmát, és ez azért nem semmi. De érted, tudod, a cukorbetegség, nem is tudom, rémálmai le vannak írva, mellette meg a befőző cukorreklám, tehát így a kettő együtt. Tényleg itt egy cukorreklám, itt van, az én lekvárom. Nagyon jó. Nehéz fémet meg azért kell szívni, mert öreganyám mondta, hogy a férfi ember a 100 kiló felett férfi alatt csak karácsonyfa dísz. Jönnek a nyári viharok, elvisz a szél különben. Így van. De egyébként, hogy nézzétek meg, ez úgy reklámozza magát az oldal, hogy ez egy orvosi portál. Aha. Ah, édes Istenem. Az FDA előterjesztett az e-cigaretta szabályzására vonatkozó javaslatot. Ez és nagyon pont. Jó. Ezt és most pont. Olvastam, mert erre úgy oda fogunk baszni, hogy csak zengjen. Értékelje a cikket, ez esküszöm, nem én voltam, valaki dobott rá egy darab csillagot. Én azt is sokallom. És kerestem napközben, jaj, megvan a szóljon hozzá link, nagyon el van tüntetve, de ez friss, tehát ez 7.16, tegnap este rakták ki, nincs késő még, hogy itt megbombázzuk kommentekkel. Ó, felhasználói azonosítás van, regisztráció. Hogy sorvadjanak el. A másik, persze. Ami viszont a cikk írójának a... Nem látom a nevét most itt ezen a... De van neki. Alul van a neve, mert én fölüljárok az oldalon. Stabil, várjál, majd mindjárt mondom. Hogy micsoda? Dobos, vesző. Dohos el, lehet, hogy ez a művész neve, vagy hogy szokták ezt mondani, az írói álneve. Szóval azt tetszik nekem a legjobban ebbe a cikkbe, hogy tök jó címe van, tévhitek az e-cigarettával kapcsolatban, és felteszem, valaki ezt bepötyögi a Google-be, akkor esetleg netán angolul is, akkor tömérdek cikket lehet találni, ami pont az ellenkezőjéről szól, mint ez. Mert minden hónapban valaki a Facebookon szokta osztogatni ezeket, akkor infografikát. Várjál, Krisztián, trollkodjuk már szét egy kicsit. Első, tudod, ez az első tévhit. A cigaretta gőze tiszta. Te csak annyit mondja, hogy igen. Igen. Igen, mert szerintük egyébként, ugye porlasztott folyadék nikotint. Tehát az nem tudom még milyen formában van a nikotin, gondolom plazma, vagy nem is tudom, fémes nikotin,
porított, Fagyított, stb. vagy izé, fagyaszt, Fagyított. fagyított, fagyasztott. Tudod, ez Az is a jó, én a vámtarifában vaníliás úgy fagyított nikotint, azt szeretem. Megkeresd ki a vámtarifába, frissen hűtve, fagyasztva. És akkor ez a duma hozzá, hogy és oldószer. És képzeld el, bazd meg, én olyan oldószeres CO2-t szoktam magamhoz venni, megőrülsz, érted? Megőrülsz. Szénsavas víz. Víz az oldószere. Borzalom. Iszonyú, iszonyú, tehát ezek a blődli barom, én nem, az a baj, hogy én most megcsináltam azt, amit a Krisztián mondott, és beírtam ezt. És ez a cikk van a legtetején. Közvetlen alatt a Tények és Tévhitek Villanypára Egyesület. Beelőzött a Google-n. A fenébe. Igen, hát szerintem itt ugye az algoritmus, mert hogy ez egy frissebb cikk, és pont azt írtam be, hogy Tények. Előfordulhatnak benne illatanyagok is. Mondjuk ebből a szempontból azért belegondoltatok már, hogy a fing mennyire ártalmas? Hát metán van benne, ne hülyéskedj. Múltkor meg azt olvastam egyébként, hogy attól élsz sokat. Tehát, hogy a metán belégzése az a ja, összefüggésbe hozható az élet. De ezt az olvastad? Megvan az a kép, hogy tulajdonképpen azért fingokat akaró alá, hogy neked jó legyen. Igen. De egyébként mi volt itt az illatokkal kapcsolatban? Akkor a paprikás krumpli is káros az egészségre, mert illata van, és megeszem, tehát a szervezetembe kerül? Bármi. Nekem egyébként az utolsó. A narancsnak milyen undorító illata van, vagy a citromnak, a sárga dinnyére, ne is beszéljünk. Elképesztő veszélyes dolgok ezek. Kedvenc mondatom az utolsó ebben a bekezdésben. Ez a... Mi van? A porlasztott folyadék valóban kevesebb vennyianyagot tartalmaz, mint a dohányfüst, de összetétele igen eltérő, pont. Tehát... Ez akár lehetne festékreklám is. Hát ez borzasztó. Az e-cigaretta biztonságos. Fú, van még egy kockázat. A folyékony nikotin súlyos mérgezést okozhat. Igazad van, édesapám, tehát az igazi folyékony nikotin tényleg tud súlyos mérgezést okozni. Ellentét ebben a formában. A kristályos nikotinnal, ami nem ugye? Hát ez komolyan mondom. Örülök egyébként még, hogy tudtok az ilyeneken nevetni, mert nekem már ez a... És hogy a kockázatot növeli, hogy a folyadék gyakran illatosító anyagokat is tartalmaz. Érted? Én jövő héten egyébként neki fogok állni autóillatosító likvidet gyártani. Ez tök egyszerű. Olyan ez a cikk, mintha betett volna a kalapba egy marék szót, vagy szavat, megrázta volna, és kiöntött volna egy cikket. Ez a human bullshit generátor. És ez a duma, vegyes eredményeket hoztak a leszokás megkönnyítésére vonatkozó vizsgálatok. Hát elmondanám, hogy a tapasszal is. Tehát ez bármiről nem, ez lehet az. Mondani. Azok egyáltalán mert... nem vegyesek, mert azok egyértelműen kihozták, hogy szar. Na de egyébként én ennek nagyon megörültem az utolsó mondatnak, mert ugye az volt itt benne, hogy mi volt itt benne pontosan? Az FDA előterjesztett egy, az e-cigaretta szabályzására vonatkozó javaslatot. Stop no comment. Itt van a link. Én akarok kommentelni. De nem úgy mondom, itt de van nem, a link. Nem, hogy megkattintjuk. Van a Fehérház törölte, és persze, hogy beugrik a kép, és lejjebb megy a szöveg, a Fehérház törölte az FDA e-cigaretta szabályozását. Datálom 6. hó 25-ére. Szeretném jelezni, hogy picit-picit elkéstek vele. Tehát 25, kicsit több, mint egy fél hónapos lemaradásban vannak, roppant hiteles hírportál. De komolyan, figyelj! De ez egy magyar nyelvű hírportál, nevezzük így. Egy magyar nyelvű cikk van. Tehát aktuálisnak akar tűnni, és az a legnagyobb konklúzió, amit a legvégén ide tesz, hogy az FDA előterjesztette egy. Az, hogy itt 2 éven keresztül az EU-ban, ami ránk vonatkozik, és nem az óceán túloldalán van, hanem itt. Tehát, hogy itt... Földbe döngölték gyakorlatilag az e-cigarettázókat, illetve a lehetőségeiket. Azt megfigyeltétek, hogy most erre kitérve, vagy ezt kicsit megrágva, olyan, mintha egyébként most már ezeknél a magyar
idézőjelbe rakom erősen a hír portálokat, hogy mondják ezt? Nem újságírók vannak, hanem olyan emberek, akiknek van mondjuk egy felsőfokú angol vagy akármilyen nyelvvizsgája, és be tud rakni az RSS feedjébe 5-8-10 olyan weboldalt, ahonnan tudja a híreket venni, szolgai módon lefordítja, mert az attól már hiteles, hogy egy másik internetes portálon megjelent, és beteszi. Jó, hát ez a... Itt az semmi, a baj, de az semmi, a baj egyébként, nincsen hogy semmi ezt... vizsgálat, semmi hozzáadott érték, tényfeltárás, egy büdös lófaszt berakjuk, és meglengetjük azt, hogy az FDA, az olyan tudományos, tudjátok, Amerika, az lehetőségek hazája, ott a kolbászból van a kerítés is, biztos igazat mondanak. Hát csak nem, mondjuk egy, még az sem, tehát hogyha ezt mondjuk egy hónappal ezelőtt mondja, azt mondom, oké, de hát sajnos, vagy nem sajnos nekünk, azóta ugye a Fehérház törölte az FDA-nak ezt az irányú. De nem, én nem tudok tovább lépni ezen. Itt van egy magyar cikk, egy magyar ember által írva, és nem magyar égre, magyar ufót vonalon próbálok kilukadni valahova, és bedob egy ilyet, hogy az FDA. Mi a bánatos közünk van nekünk az FDA-hoz? Arról már nem beszélve, hogy a bogár azt se tudja, hogy az FDA-t eszik vagy isszák, az egy foci csapat, vagy egy betegség. Fogalma nincs, megmagyarázva nincsen. Tehát az, hogy esetleg egy ilyen helyi, itteni, magyar vonatkozású, vagy EU-s vonatkozású dolgot mondana, nem, egy ilyen teljesen értelmezhetetlen, de mondjuk az egész cikk ilyen, hogy értelmezhetetlen valamik vannak egymás helyére. De tudod, hogy erre az emberek harapnak, hogy NSA, CIA, FBI, FDA, ezek, nagyon ezek jó. A három ezek betűsek, nagyon ezek jó. Annyira tudományosak, de szerintem ők azt se tudják, hogy az FDA mit jelent, csak hogy kinti szervezet. De hát pont ez az, tehát érted, én tök naív vagyok, de azt gondolom, hogy egy cikk az valamiféle információt szeretne közölni. Ez a cikk semmilyen információt nem közöl, levegőben lógva hagy félkész állításokat, amik sem bizonyítva, sem körüljárva nincsenek, tehát ezt én nem is tudom, hogy minek nevezzem. És ez a baj, látjátok, ezekkel a kommentelési lehetőségekkel, hogy regisztrálj az oldalra, meg az anyám kínja. Várjatok már, a hivatkozás, amire ez a cikk hivatkozik, tehát az eredeti példányban. A szerkesztő megjegyzése. Aha, ezt a cikket frissítettük június 4-én, mely szerint azt állítottuk, hogy az oldószer a cigarettában nem polietilén glikol, hanem propilén glikol. Tehát azt írták az eredeti cikkben, hogy az oldószer az e-cigarettában polietilén glikol. Van egyáltalán ilyen dolog? Nem tudom. És de tudod, ez a cikk legalább. Polietilén tudjuk mi, de mi az a polietilén glikol? Polietilén, hát én most tudom. Beírom. Jövő héten veszek. Hát ezt nem hiszitek biztos el. Nagyon jó. Nem hiszitek el, de van. Van? Igen. Emulgáló anyag. Polietilén glikol. Ez egy emulgálószer. Körülbelül olyan, mint a kollégám, amikor írtuk valamelyik labornak a vizsgálati listáját, és akkor a van a lónyugtató, az micsoda? Ketamin. Ketamin, meg van a keton, ami ugye egy paraméter a vérnek, és a keton helyett ketamint írt. Most jó. Két hétig úgy ment ki az összes lelet, hogy keton helyett ketamin szintet mértük mindenkinél. Tehát ennek az embernek ma halottnak kéne lenni. Na. Úgyhogy a keton, meg a ketamint, azt még most is megkérdezze, hogy melyik, mert nem tudja. De volt nekem programozó ismerősöm is, aki folyamatosan kérdezte, hogy melyik az export, melyik az import. Amúgy meg programokat írt. Hát, de ezt nem csak ő ilyen hülye, tehát ha visszaemlékszel, hogy megnézed a PHP MyAdmin-t, a tetejében az ikonon is szépen ott van pirossal, meg zölddel a nyilak, hogy ez az export, ez az import, kifele, befele. Na én, tehát
Ja, hát jó, mondjuk én meg vámos voltam, tehát ott csak az, onnan megjegyzi az ember, hogy ex kifele. Megjegy, igen, De az egyébként ex. igen, vannak ilyenek, ami nem mindenkinek alapvető tudá, Hát, mint a én se cikkét, tudom hirtelen mi az, hogy blansírozni, mondjuk tudom, de nem mindenki tudja. Az élet más területén biztos erről jut eszembe nekem, jóval hogy volt érdekes. egy kolléganőm annak idején, aki egy beszélgetésben próbálta, ilyen IT témára próbálta terelni a dolgokat, és próbálta bizonyítani, hogy azért valami ragadt rá a főiskolán az Piszkon kívül. informatikai menedzser képzés szakon, és mondta, hogy azért tanult ő ott sok mindent, vegyük tudomásul. Ő például, hogy hívják, foglalkozott végtelen szám generálással is a főiskolán. És elszámolt a végtelenig kétszer. Kétszer. Aranyozta a napunkat. Egy Sőt, igen, lehet, hogy Chuck volt. Norrisnak ő készítette el a végtelen ő szám generátora. Chuck Norris. Óriási. Chuck Norris ketamin szintjét ő számolta meg. Igen, igen, igen. Nem győzzük elégszer mondani. Kétszer. És a folyékony Chuck Norris nagyon veszélyes. És ő találta meg a következő prém számot. Vannak ilyenek. Te ne röhögjél, mert azt tudod, hogy még most is keresnek prém számokat. Persze, persze. Mint ahogy nekem kedvenc időtöltésem volt egy időben a pi számot minél hosszabban hát, megjegyezni. Ez egy végtelen tört elméletileg. Na, hát na viszont visszatérve ugye az FDA-s cigaretta regulációra, a Fehérház ugye ezt eltörölte, illetve hát egész sok-sok pontosan szerintem pontjából, beavatkozott. Igen, tehát sok-sok pontjából belenyúlt, és itt már ment is a összeesküvés elméletgyártás kettőnk részéről hazafele menet, ahogy a kocsiban beszélgettünk róla, hogy ez is összefüggésben lesz M plusz egy másik dologgal, amire az adás menetben majd ki fogunk térni. Érdekes dolgok vannak, tehát csak annyi, hogy abban a pillanatban, ahogy az elektromos cigaretta kicsit publikusabb lesz, és mondjuk a gyártásba bekapcsolódik esetleg egy nagy dohánymulti, egyből jön egy ilyen szabályozás. Milyen érdekes. Hát jó. Egyrészt, ugye másrészt meg a cikk is, tehát hihetetlen, hogy miket szednek elő. Tehát ezt még mindig ezen a dietilén glikolos történeten képesek lovagolni, ami nem is tudom mikor. Tehát olyan rég volt, hogy már nem is emlékszünk rá. Ez körülbelül olyan, mint hogyha most az összes körhintával példálóznánk, hogy emlékeztek, 5 éve leszakadt az egyiknek az egyik ülése is, kizuhant egy ember, de ez pont ugyanaz. Főrobbant egy Nokia-ba az akkumulátor. Le is tiltották a körhintákat, igen. Kizárólag 10 milliliternél kisebb kiszerelésben lehet csak körhintákat kapni. És azt is csak dobozban használni. Nem ám csak úgy a vakvilágba körhintázni. Na, szóval ez a téma, és mi volt a másik, ami szerintünk tulajdonképpen ezt elindított, a Fifika, mit mondtál a kocsiban, mert nem... Tehát nem. Ugye azt tudni kell, hogy Amerikában a legnagyobb, ugye a big tobacco-k közül a legnagyobb az a Philip Morris, ő a Marlboro-val gyakorlatilag uralja az amerikai dohánypiacnak, ha jól tudom, a 48%-át, vagy egy körüli nagyságrendet. És a második nagy amerikai cigaretta forgalmazó az a Reynolds. Most a Reynolds, ezt pedig megmondtam, hogy nem mondom ki, mert hihetetlen, tehát az én számomra nagyon rosszul kimondható neve van. Tehát a Reynolds fölvásárolta a harmadik amerikai dohánygyártót, ő a Lorillard. Többet nem mondom ki. Azért érdekes a mi számunkra, mert a Blue Ethics... nem mondom. A Blue Ethics az ő márkájuk volt. Amerikában ez a legnagyobb
számban eladott e-cigaretta márka. Ugye ez egy töltődobozos, cserélhető, patronos cucc. A több éven keresztül volt az év cigarettája, pontosan az eladási számai miatt. Viszont, ahogy ez a cikk megjelent, hogy mi történt, meg fú, meg hogy na tényleg most már akkor Amerikában egy nagy dohánygyár, Amerika második legnagyobb dohánygyártója hozzájutott a Blue Essex-hez, körülbelül 24 órára rá már el is adta. Csak az elektromos cigaretta részlegét. Ha megtalálom, akkor az Imperial Tobacco-nak. És ő fogja továbbvinni ezt az Amerikában egyébként ikonikus cigaretta márkát. Úgyhogy ennyi. A dohánygyárak gyakorlatilag azt gondolom én, és erről beszélgettünk ugye, még jöttél az autóba, a dohánygyárak gyakorlatilag folyamatosan keresik a helyüket ezen az új piacon. Már a Spice-ban vannak. Igen, illetve azt gondolom, hogy a világon szinte mindenhol szűkülnek a piacaik, úgyhogy muszáj lesz nekik beszállni valami más. Az a baj sajnos, igen, hogy beszállnak, csak nem egy ilyen időugrásban érzed ezt az egészet, mint mikor Van Damme visszamegy egy picit, hogy megint az első generációs készülékeket látod? Én azt gondolom egyébként, és ezt többször el is mondtam, hogy történelmi időket élünk. Tehát az e-cigaretta, illetve most már nem csak az e-cigaretta, hanem azt mondom, hogy a dohánypiac önmagában történelmi időket él. Mindenhol szorítják vissza a dohányzást, mindenhol óriási adókkal terhelik meg az elszívott cigarettákat, és gyakorlatilag a 70-es évek volt a világon a dohánygyáraknak az aranykora. Ez most úgy néz ki, hogy kezd megtörni, és ugye mi azt vizionáljuk, hogy majd az e-cigaretta lesz az új nikotinfogyasztó eszköz, de ez egyszer sem biztos. Tehát itt még azt gondolom, hogy a dohánygyárak műhelyében azért folynak olyan irányú kutatások, amik a dohány más célú felhasználását próbálják meg fejleszteni. Ugye múltkor volt ez a 300 fokon égő dohány gőz, vagy füst. A dohány füst, ugye? Igen. Ami egyébként ugye kevesebb káros anyagot tartalmaz, mert mondjuk a papír már eleve kimarad. De még mindig nem éri el az e-cigi kvázi tisztaságát. Mindig az a Marlboro menes plakát jut az eszembe. Tudjátok, volt az a faszi, aki a Marlboros reklámban, ő volt a Marlboro men, és valahol láttam most valami ilyen mémet, hogy a kezébe volt photoshopolva egy ego, és a kép alatt az volt, hogy látod, ha ezt szívod, még mindig élnél Marlboro men. Igen, rájöttek erre a nagy multik is, és szerintem először most még ez a tapogatózás megy egy kis szegmenssel, csak fölmérik a piacot, és aztán pedig indul a támadás. Én szerintem egyébként nekem az a véleményem, hogy semmi baj nincs ezekkel az első generációs készülékekkel, amennyiben azt megfelelő minőségben gyártják. Tehát igazából nem tudok statisztikákat idézni fejből, de valószínűleg nagyon sokan vannak, akik kacérkodnak az e-cigi gondolatával, és megijednek egy ilyen nagy monstre készüléktől elsőre. És ha megnézed a filmeket, akkor a filmekben is ezek a cigi formájú történetek szerepelnek, tehát nagyon-nagyon sokan ezzel találkoznak, és belépni az elektromos cigarettázás világába, igazából az a lényeg, hogy valamivel elkezdjék. És aztán a plusz, azért a másik oldala ugye az, hogy megfelelő információ jusson el azért hozzájuk, tehát amikor rájönnek, hogy jó-jó ez a kis pilinszka lófügy, de azért biztos, hogy van ennél jobb, akkor legyen információjuk arra, kíváncsi arra, hogy lennék egyébként, mondjuk, hogy egy Leonardo DiCaprio, vagy egy
ki volt a Karib-tenger kalózaiban? Johnny Depp. Johnny Depp. Johnny Mondjuk Depp. Otthon mit szívnak? Provárit? Vagy egy ájt? Vagy tényleg ezt a kis szar vékony első generációt? Elképzelésen. Mert ugye ők fricskából nagyon-nagyon sokszor filmben is, meg mindenféle díjátadókon pöfékeltek. Hát kérdezd meg a Facebook oldalukon, és aztán majd az asszisztensük válaszol, és akkor jövő héten beszélhetünk róla. Hát éppen amelyik elektromos cigarettagyár támogatja, a kutyát hallgattasd el, mert átmegyek. Gyere! De még ugye azon gondolkod, ez tök jó, amit mondasz, Krisztián, hogy igen, meg ellenőrzött, meg minőség, meg tehát ez nem az a kínai 10-ből 7 jó lesz, a másik 3 meg visszamegy majd gariba, hanem én mindig attól félek, hogy ugye ugyanúgy járunk, hogy kiindulunk valami jóból, és tudjuk, hogy ez egészsége sebb, mert hogy csak ez, csak az, csak amaz, és egy kis nikotin, tehát 4 alapanyagból van mondjuk. Négy meg féle. Az oldószert, ne felejtsd. Meg az oldószert, ne mondjad, mert basszus, valaki tényleg hallgatja, és nem, nincs benne oldószer. És majd mikor jön mondjuk a Philip Morris a sajátjával, akkor megideologizálhatja. Van sajátja. Nem, úgy mondom, tehát így nagy üzemben, nagyiparban elárasztva a piacot, és tényleg megjelenne mondjuk nálunk is a polcon, és akkor meg ott az lesz, hogy hát még azért, hogy egy kicsit nagyobb legyen a füstje, meg egy picit az ízét fokozandó, meg egy picit ez, meg egy picit az, és akkor megint ott leszünk, hogy 5-10 meg a franc tudja mennyi összetevőből fogják összepattintani, és csak találgatni tudunk majd megint, hogy mi van benne, mert ott aztán meg pláne nem fogod tudni azt úgy egyszerűen megállapítani. Majd a jó doktor leszedi róla a keresztüzet ezekről a történetekről, és akkor lehull a lepel. De jaj, nyilván hát a több évtizedes kavarászás és kezelgetés és mindenféle trükközés után az ember azért egy felvon szemüldökkel fogadna egy Philip Morris likvidet. A lehetőségük megvan rá, hogy egy tök jó dolgot is csináljanak, akár, de azért én szkeptikus vagyok a likvidjükkel kapcsolatban, hogyha lesz. Érdekes egyébként, hogy most egy kicsit maradjunk ezen a vonalon, készülék és likvidés társaik, hogy vannak azért itt érdekes fúziók is, meg érdekes készülékek is. Én pont ma láttam egy, nem azt, ami a második pontban van, ki ne mondjátok, hanem jönnek e-mailen ezek a deal purchasing menedzserek, és hasonló subjekttel a levelek, hogy ezt vegyek, meg azt vegyek. Hátizsákos Kevin küldi igen, az ajánlatokat. Igen, küldözgetnek kintről 50 wattos mindenféle SX akármilyen elektronikával szerelt készülékeket, és már felsorolják a paramétert, már küldik a YouTube linket, és nem néz ki rosszul, és mondják is, hogy mikor lesz forgalomban. Ami meglepődtem viszont nagyon, az, hogy kinek mi a nagy hír, nekem ez majdnem olyan volt, mint a dohánylobbis történet, hogy összeállt az iTaste, és összeállt az Evolve. Úgy nem, értsük az összeállást. Összeállt az iTaste az Evolve. Úgy értsük az összeállást, hogy stratégiai partnerek lettek. Tehát nem egy cég lett belőlük, hanem készítettek, illetve az iTaste készített egy új modot, ami majd hamarosan meg fog jelenni, ez az SVDNA 2.0, tehát az SVD vonal, ami nekem, megmondom őszintén, nem annyira tetszik, egy ilyen csőmódszerű történet, és benne van az eredeti Evolve elektronika. És persze jönnek a kommentek, tehát ez óriási, hogy ez még mindig rossz ötlet, DNA 20, DNA 30, amikor itt már az 50 wattos készülékek jönnek, ez túl kevés, és ahhoz képest drága. És akkor valaki visszakérdezett rá, hogy komolyan, hogy 20 watt neked nem elég, egy provárit hány wattal tudsz meghajtani, mondjuk átszámolva, természetesen, de tehát mi az, amire emberi felhasználás között nem elég az?
bőven elég, hiszen 8-10, maximum 12 watt körül használ az ember normális, észszerű kazánokat, ahhoz meg tényleg jó egy ilyen készülék. Viszont azért érdekes, ugye, hogy két ekkora gyártó is azon gondolkozik, hogy lehetne tovább, és mibe lehetne még belerakni, mert hát ugye az Evolve az csak az elektronikát mindenkinek, és azokat barkácsolgatja mindenki vele, tehát így is mondhatnánk, hogy tulajdonképpen ez sem több, mint az összes többi Evolve elektronikás, mondjuk, mint a Hana, de azért mégis egy érdekes történet, hogy mire fog ez jutni. Nekem a külseje annyira nem megnyerő, de hát ízlésekről vitázni a legértelmetlenebb dolog a világon. Kis színes hírünket hallották. Mikor Bernárius Robert monológiának vég. Poncsóról. Igen, már adásokon keresztül nem tudtunk róla eleget beszélni, most már majd meg fogjuk említeni, mert itt az ideje annak, hogy Poncsó is szerepet kapjon egy kicsit. Kell neki az 5 perc hírnév. Viszont előtte beszéljünk szerintem egy kicsit könnyedebb témáról. Aztán utána jön a fekete leves. Az utasszállítósra gondolsz? Hát, nem arra, de... Tehát azon én úgy ledöbbentem, hogy még olvastam. De az, hogy került be? Én raktam be, mert ez annyira fölkavart engem, hogy borzasztó. Tehát, hogy először tényleg azt hittem, hogy mondom, ennyire hülye vagyok, és elfelejtettem angolul, én a Virgin olvastam, illetve hát az előbb jelent meg, vagy az Indexre, én ilyen renegát vagyok, hogy az Index Facebookos oldalára nem iratkozok föl, és ezt nem láttam, és a Virgin olvasom, hogy lelőttek egy gépet. Nézem a telefont, jön az SMS is, hogy lezuhant egy gép. Na hát mondom, biztos félreolvastam. Fölmegyek, megnézem az Indexen is, hátha, és tényleg az van, hogy lelőtték az orosz-ukrán határ közelében. Hát, könyörgöm, hát hol élünk? Mi köze volt annak a maláj utasszállítónak az ő belviszájukhoz? Na hát, csak ennyi, ez ilyen kis aktuálpolitikát mellőzendő 18 éves tartalom. Ez, hogy lezont egy repülőgép, most nézem. Hát jó, de a kép miatt, igen. 10 kilométeres magasságban. Hát onnan van időd még gondolkozni. Azt a rohadt. Szerintem, ha nem tudom, tehát 10 kilométeres magasságban, ha megszűnt a belső nyomás, akkor... Jó, hát ott viszonylag hamar elveszted az eszméletedet, de ha mégse. Akkor magadhoz térsz olyan 4-5 kilométer magasan. Aha, értem most már, hogy ez miért tartalmas, ott van egy emberi testrész. Szóval azt mondják, hogy állítólag orosz barát szeparatisták. Nincs erre alkalmas haditechnikájuk, valahogy mégis lelőtték. Na mindegy, csak ennyit akartam ilyen aktuál eseményt kicsit behozni, mert mindig mondták, hogy másról is beszéljünk, ne csak a cigiről, meg a fokozódó helyzetről. Elkeserítő. Viszont van még, lesz még elkeserítő, ne nyugodjon meg senki, mert a bennem forr a kis, kis, kis színes hírünk még tart, mert hogy Szudánban a talicska a trafik mutyi. Igen. Ott talicskában mérik a mutyizás mértékegységét. Hát ott az a díl. Tehát Kartumban kitalálták, hogy csak néhány cégnek lehet talicskája, mindenki más tőlük bérelheti ezt a munkaeszközt. Nem tudom, biztos számtalan gondolatot indít el az emberben. Szívesen élnék Szudánban. A megfelelő mennyiségű talicskával. Talicska gyáros. Hát ez kész. Jó, mehetünk tovább. Mondjuk el akkor, hogy erős kézifék hatás lépett be a legutoljára publikált, mi volt az, közvéleménykutatásunkkal, mert hogy ott nagyon lelassultak a számok. Az elsőnél ott ugye nagyon belejöttünk a lendületbe, és 600 fölött vagyunk bőven a kérdőív kitöltők számát tekintve,
Most egy pillanat, megnézem, hogy a mostani hol áll. Ott jóval kevesebb, tehát legutoljára néztem egy pár napja, és 200 fölött voltunk, az meg a nem soknál is kevesebb. Én azt szeretném kérni, hogy akinek tényleg van az a 2 perce, az nyomkodja már végig, mert nem magunk miatt akarjuk mi ezt, nem önös érdekből, úgyhogy csak úgy tudunk bármit is csinálni, hogyha megvan a megfelelő számú kitöltött papír. Most 253-nál tartunk, hát ez még a felesem az előzőnek. Pedig még szerintünk... elfér egy bájtba. Tessék? Elfér egy bájtba. Igen. Sőt, ez tulajdonképp a hogyha küldesz egy csomagot a világhálón, csak a lezáró csomagba így elfér így mellett, ez olyan kevés. Szóval húzzatok bele, mert az nektek nagyon jó lenne. A másik pedig az a megint az őstróger magyarkodás egy kicsit. Születőben az első magyar Weber klip. Hatalmas ötlet szerintem. És nem is tudom, mi a fórumos neve a Tominak. Tomi, maradjon Tomi. A mozis Tomi. Nekem így marad meg a mozis Tomi. Megszerezte hozzá a jóváhagyását, vagy nem is tudom, hogy mondjam, a Majkának, hogy a Belehalok című klipjének a zenei alapját felhasználjuk, és szerzett még hozzá MC-t, aki a szöveget megírja. Nagyon jó kis social videoklip lesz szerintem, hogyha mindenki képes azt a pár sort megjegyezni, és a saját kamerája előtt elökörködni. De ötleteket még mindig várunk, ugye az oldalon is, meg máshol is, ahol csak tudja, Facebookon, vagy bárhol, ahol összetalálkozik velünk. De persze, mert megint megjelentek az elégedetlenkedők, hogy miért ilyen zenét, miért nem metal, miért nem rock, miért nem rockabilly, miért nem anyám kínja. Ők mondták, hogy a saját együttese, mert 2 is van. De hát csak azt kéne fölfogni, hogy egy olyan zenét kell mögé rakni, amit sokan ismernek, fülbemászó, és szeretik az emberek, aztán arra annyira könnyű bármit ráhúzni. Nem tudom, tehát én azt gondolom, hogy ha van egy ilyen ötlet, akkor azt nem kéne szétrólkodni egyrészt, másrészt pedig mindenkinek áll a zászló. Tehát ha valaki saját zenekarral akar saját szerzeményt csinálni, hát azt csinálja. Tehát senkinek nem fogjuk le a kezét, hogy ne. Érted? Tehát ez annyira... legkönnyebb az, de és az annyira jellemző most már a fórumon és a Facebookon is, ha valaki csinál valamit, akkor köpködjük. Miközben mi magunk ugye ülünk otthon a fotelbe, azt nyomogatjuk az egérnek a bal és a jobb gombját, és azt a pár darab billentyűt, amit a pizza rendeléshez muszáj megismerni. De ezen kívül meg éppen semmit nem csinálunk. És ez engem mindig is elszomorít, hogy... Ja, és akkor még az, aki csinálja, még ő érzi magát rosszul, mert úristen, valamit nem jól csináltam, hogy jaj, nem kérdeztem meg XY borzasztó nagy hozzászólót a fórumon, hogy mi a véleménye róla, esetleg dolgozhatok-e helyette. Ugyan már? Hát... Ez a 7 törzsből van, mind. Majdnem mondtam, csak közben kaptam vacsorát ide magam elé, és hirtelen megilletődtem. Szóval azt akartam mondani, hogy tök jó, amikor valaki fölmutat valami kezdeményező készséget, és csinál valamit, hogy tartsuk már tiszteletbe, meg örüljünk neki, de tényleg, tehát az lenne az egészséges. Tudom, nincsenek illúziója, Magyarországon élünk, tehát itt nem ez a szokás. Igen, ez az amerikai ismerősöm mondta, hogy náluk az a szokás, hogyha a szomszédnak új autója van, akkor az összes szomszéd oda megy, gratulál,
vigyorog, kezet fognak, sok boldogságot, meg tudod, Magyarországon meg kinyitja az ajtót, kinéz, néz, már rohadéknak új autója van. Miből telik ennek a szarházinak ilyen? Ja. És szóval már nem. Másik mozdulata meg társadalma volt. Igen. Szóval nem tudunk körülni a másik munkájának. Pedig kéne. Tehát bocsáss meg az ellenségeidnek. Én nagyon várom a klipforgatást. De jegyezd meg a rohadékok nevét! Jaj. Megilletődtünk mind, most így értem. A Charlie szerintem úgy van vele, hogy a pénz nem boldog, de kényelmesebb az Audiba sírni. Charlie nagyon hallgat, szerintem ki lehet, hogy már itt sincs. Nem hiszitek el, nem hiszitek el. Az van, hogy én közben, míg ti beszéltetek, ugye szívom a cigit, az elektromos cigit, de hogy ne halljátok, hogy beleszörcsök, mert én egy úriember vagyok, kinémítottam. És közben most már mondtam, hogy gyerekek, nem figyeltek rám ennyire, ne legyetek már parasztok, negyedszer kezdem újra a mondatomat, mondanám most már, és az van, hogy, és folyamat, mondom, ezek engem levegőnek néznek. Mi történik itt? Azt a kaporszakát, és aztán nézem, amikor mondják, hogy hát szerintem már nincs itt, ránézek, piros a mikrofon, a rohadt életbe. Hát ezt nem hiszem el. Na szóval az egész ugye onnan indult, hogy a fórumon nem nagyon van időm fönt lenni, mert más dolgom is van, és csak valaki beírta a Facebookos egyik csoportba, a spártai csoportba, hogy ezen biztos fölkapja az agyát majd a Charlie. És föl nem kaptam, csak nem esnek jól az ilyen szavak, mikor... És akkor azt se hallottátok, hogy adok a véleményetekre? Nem. Na, nem. Szóval... Tehát adok a véleményetekre, kíváncsi vagyok, és mindig meghallgatom a véleményeteket. Mind a kettőtök borzasztó, tárgyilagos, nagyon ott van a tudása minden szinten. Szóval ennyi ez elég. Ez amit akar tőlünk, Fifika. Igen. Ez szóval itt ugye az volt, és ezt kaptam vissza, kíváncsi vagyok, hogy mi a vélemény, hogy annyira tojok az újoncokra, amatőrökre, hogy rossz nézni. Nem csak itt, mindenhol. Mert hogy én nem magyarázom el, hogy mit, hogy kell, nem mondom meg a frankó indokot, nem szájbarágósan, akár tök fölösleges dolgokat is több 10 perceken át beszélni, és hogy, hát csak hogy lezárjam a mondatot, mert ugye ezt a Blackinek címezte, hogy csak fél éve tűntél el, és nézd meg, mi lett. Mekkora egy szar vagy te, de tényleg. Hogy te tényleg az van, hogy én leírtam utána egy öles posztban, csak hogy tisztán lássuk a dolgokat, hogy mi az a semmi, és hogy mennyire szarok az emberekre, de tényleg az van, hogy nem érthető, amit mondok, meg nem foglalkozom az újoncokkal. De ez is olyan köcsökség. Mi az, hogy az újoncokkal? Nincs nekem olyan, hogy újonc, meg új kezdő, meg elektromos cigarettázó van, meg nem elektromos cigarettázó, meg van kicsit ügyesebb, meg de kicsit nem ügyesebb. Milyen kontextusban nem foglalkozol? Az, hogy például, hogy nem magyarázom el, hogy kell megtetni, nem úgy csinálok mondjuk videót, hogy minden kazánnál bemutatom, hogy ugyan már hogy kell beletekerni egy üvegszálas tekerést, vagy hogy raksz bele egy mikrokoilt, vagy ilyenek. Meg úgy egyébként, hogy nem segítek. Mert éppen esetleg az nem tudja ez az ember, aki kommentelt, hogy hány cégem van, és melyik cégnél, milyen minőségemben dolgozom. De figyelj, de nem is kell tudni, tehát egy instant bunkó, érted, akit fél pohár vízzel kell bevenni minden reggel, az ne ossza már az észt. De tehát, megint közbeszólok. Rosszul. De nyugodtan mondjad, mert... Szerintem ez egy önmagát megválaszoló kérdés, ez a történet, mert nézzük meg, mit csinálsz. Irgalmatlan mennyiségű videót gyártasz. Miért csinálod ezeket a videókat, amint hogy meg vannak vágva, valahol negyed óra és 45 perc között vannak, nyilvánvalóan elkészíteni nem 15 perc egy ilyet, baromi sok munka van vele, tehát
miért csinálod ezeket a videókat, Charlie? Valószínűleg saját magad szórakoztatására, mert ez egy baromi jó időt töltél. Úgy vagyok vele, hogy nem, basszus, megint van egy nap szabad idő, mit csináljak vajon? Videó. Egyébként te pont látod, Krisztián, mert múltkor belecsöppentél, ugye, amikor azt a milyen egyszerűnek tűnő három hosszú összetett mondatot fölvettük, és láttad, hogy mennyi ideig tartott. Igen. Szóval én nem tudom, szerintem ez egy ilyen jövőn aluli beszólás, mert tényleg a kérdés, hogy magát válaszolja meg, basszus, kurva sok időt foglalkozol azzal, hogy másoknak segítséget nyújtó dolgokat bemutató videókat csinálja. Az, hogy nem mindegyik a KH-tól kezdi el a dolgokat, szerintem ez a minőségén javít a dolognak. Tehát, hogyha valakinek olyan alapvető problémái vannak, hogy hogyan tekerjen kantalt az üvegszál környékére, az ne a nem tudom én milyen ultra brutál kazánnak a bemutatójából akarja ezt megtanulni, mert vannak ilyen videók, amik elmagyarázzák, hogy hogyan kell tekerni a kantalt az üvegszál körét. Tehát itt nem azt kérem, most ne azt félreértsétek, tehát hogy ne helyeseljetek, bólogassatok, hanem tényleg, hogyha valami van, de én ezt milliószor elmondom itt is, meg ja, keressünk egy olyan weboldalt ezen a fényes magyar internet elcigis szénában, ahol a videók alá mondjuk egy olyan, mit tudom is én, 1000-1500 karakterbe le van írva még a saját véleményed is, meg valahogy próbálod őket összehasonlítani. De nem is ez a lényeg, hanem hogy egyszer végre lássa már át valaki, hogy az, hogy én szerintem pont azért csinálom ezeket a videókat, hogy ne fusson bele valaki abba, amibe mondjuk belefuthatna, hogy megvesz egy 8 vagy 10 000 forintot. De ez nagyon jó egyébként, ez a, hogy írta a Blackinek, mert Blacki meg szerintem, ha tudta volna, akkor visszaírta volna, hogy figyelj csak ide, Valerián a nevű barátom, pont az ilyen körögök miatt hagytam abba fél évvel ezelőtt, mint te. Ezt nem kommentálom. Jó, neked nem kell kommentálni, elég, hogyha mindenki tudja egyébként. Én azt kérem, és kérni is fogom, hogyha valakinek nem tetszik, vagy nem érthető, mert olyan is lehet, akkor megmondtam, írja a weboldalra, oda, föl, hogy mi a baja. Ja, de mit ne szeretne, figyelj, mi kéne. Le kell ütni a billentyűt, meg kell fogalmazni két igen. értelmes mondatot. Tényleg olyan kifogást kéne írni, ami mondjuk esetleg még helytálló is. Tehát azért ez borzasztó munka, lássuk be. Hát mondjuk igen, az egyszerűbb, hogy a YouTube-on beüti a videó címét, és akkor ugye az... Hú, legközelebb majd még viszek szerintem a stúdióba egy lavor vizet, és még mutatom, hogy hogy kell még minden egyes új kazánnak ki is mosni. Várja, higiénia, tudod, az nagyon fontos. Tehát például ezt én nagyon hiányom, egyetlen egy videótban sem mostán még kezet. Ajjajajajajaj. Ez se látszik ugye? Benne. Na, Krisztián? Igen. Ki tudja, mit tapogattál előtte. Hát, ott meg vattázol. Úristen. És lehet, hogy kamuzok is, mert ugye szívom, jön a gőze, meg mondom, hogy milyen finom, az közben meg seggízű, mert a kezem előtte meg azzal töröltem segget. És most már gyanítom egyébként, hogy te itt After Effect-tel utómunkász, lehet, hogy gőz sincsen, baszki, csak rá segít. Digitálisan. Igen. Úgyhogy, és ez nagyon jó egyébként, amit mondod, hogy mert nem mutatom meg, hogy kell tekerni, meg mi, hogy arra ki, mikor voltam, ez a beírás, ez most megnézem, mert utána töröltette magát, mert páran visszaírtak neki, ami nekem személy szerint nagyon jól is esett, hogy nem csak én látom így a dolgot. Basszus, nem látom. 7. hó 15-én írta ezt valamikor este. Én tegnap előtt voltam a stúdióban, az 15-e, igen, 15-én reggel 9-től este 7-ig voltam a stúdióban, utána még összepakoltam még egy óra, tehát nem volt az olyan sok, 8-ig 3 zsömlével elketyegtem, és pont ott vettem föl, még az időbélyeget is meg tudom mutatni, ha nagyon akarja valaki, elindítok egy új sorozatot, csak azokkal a dolgokkal foglalkozik, ami a kazán belsejében van. Hogy kell ilyet tekerni, hogy kell olyat tekerni, és aztán a szépen a hülye gyerekeknek lehet linkelgetni. Kazántól, minden egyébtől függetlenül. Mert az szerintem tök ugyanaz. Az, hogyha valaki vesz egy
ez már megint a kínaiak problémája, vagy az ő hibája szerintem, mert mindenki meg tudja venni most már a drága 20-30-40 ezer forintos kazánok klónját mondjuk 5000 forintért, és utána megkeres a videót, keres egy magyar nyelvű videót, hogy ugyan hogy lehet megtekerni, mert nem tudja. Vagy egy pelzót kér, és aztán nem tudja megtekerni. Hát, szerintem ezek ilyen tök alap dolgok, és nem csak én vagyok az interneten, akitől ezt meg lehet kérni, de végső soron szerintem még próbálkozni is lehet. Nem tudom, tehát érted, vesz valaki, vagy kap egy kazánt, eljátszik vele fél napot, egy napot, két napot. Kérdezzétek meg Ingrid, hogy neki volt olyan kazánja, ami heteken keresztül próbálkozott vele. És de mit ugye, mondott? Miért jó a drága kazán? Venni, azért kell drága kazánt venni, mert azt nem baszod ki a kukába két nap után. Tehát azt csak addig tekergeted a 40 ezer forintos kazánt, amíg jó nem lesz. Tehát azért mennyi munka, kínlódás, egyéb van benne, és csak ott te nagy lelkűen megosztod a többiekkel ezt egy videóba, most tök mindegy kiről beszélünk, Blackiről, Charlie-ról, Inkviről, Lolokéről, rólam, vagy tök mindegy, bárkiről beszéltünk, aki YouTube-ra rak föl videókat, és azt utána megosztja, érted? És akkor kap az arcába egy halom szart. Ez nem jó, ez hol. Hát apukám, nem te rendelted meg nem a te szórakoztatásodra van, nem kötelező megnézni. Hát tudod, olyan, mint a tévé, kapcsolatban a csatornát, azt nézzel másikat. Hát ennyi. Beütöd a keresőbe, azt még van 53 ilyen videó, ami tudod, mikor nem lenne ezzel probléma? Ha azt mondaná valaki, hogy én szerintem nem jó, amit csinálsz, azért, mert én kipróbáltam, és nekem úgy jó. Vagy nézd, itt az én videóm szerintem, de ilyet nem találsz. Érdekes mód azok, akik csinálnak itthon páram videót, azokkal miért nincs problémájuk egymással? Mert ők pontosan tudják, hogy mennyire szar dolog, és ez a családtól veszem el az időt azzal, hogy neki jó legyen. És nem véletlen nem lehet kommentelni a videók alá, sőt most... Ja, hát azt se látja senki, mert nem panaszkodom, hogy miért van kikapcsolva a privát, pont az ilyenek miatt. Akkor nekem ne írogasson senki a fórumon se. Az nem látta senki, hogy nekem mennyi bejövő levelem volt a hülye kérdésekkel, szerinted jó-e, szerinted nem, és aztán meg ugye majd jön, mint a Blackinél, hogy de te mondtad, hogy. Nincs erre szükségem. Igen. Tehát én is leredukáltam már ezeket a dolgokat, tényleg csak egy nagyon szűk kör van, akinek mondjuk úgy adok tanácsot, hogy na, szerintem ezt vegyed, de soha nem fogok olyat mondani, hogy ezt vedd a fasztekről. Egyrészt, mert a faszteken nem egyenletes a minőség, másrészt, mert a faszteken a garancia az eléggé problémás, de ha azt mondom, hogy az Evapornál, az Oszinál, a nem tudom én kiné, ezt nyugodtan meg lehet venni, akkor ha onnan ajánlok bármit... Akkor Bérenc itt, vagy? Akkor Bérenc vagyok, tök mindegy. Egyébként mindenki csak annyit kapjon, amennyit én szoktam. Akkor onnan ajánlok bármit, mert egy, nem sokkal drágább. Tehát mondjuk, hogyha a fasztekes árakat nézed, akkor nem tudom is, egy 20-30%-kal fog szarabbul járni. Kettő. Itt van helyben a garancia. Három. Valószínűleg előtte átnézik. Kiküldenek neked egy olyan példányt, ami nem lötyög a csavar, nincs beleszakadva a menet, és még soha... De ha bele van szakadva, de ha bele van szakadva, de ha el van törve a center pin, akármi, várjál, várjál, kicseréli. De ha hiányzik a báziselem, mint Gergő legutolsó rendelésében... De hiányzik a báziselem, igen. Ezeket sem, de és akkor nem, még... Nem bász még... két hónapot. Igen. Ez a szopás című kategória, érted? És akkor megveheti egy magyar shopból, megveheti egy olyan helyről, ahol kiszolgálják, tehát még egyszer mondom, kiszolgálják, tehát nem csing-csung dobja postára, és utána elfelejti még azt is, hogy hova küldte, hanem kiszolgálják, és akkor nincsen probléma. De nyugodtan, tehát érted, aki a fasztekről vásárol,
az bekalkulálja az időt, bekalkulálja a pénzt, a nem tudom én mit, és a szopás faktort. És a szopás faktort, így van. És akkor tudod, még árulják a fasztekes cuccokat, és akkor a harmadik fasztekes gyerek meg köpködi a másikat, aki mit tudom is, én eladja, hát ez a faszteken nem ennyi volt, meg hát nem kell rá várni, ez már itt van a kezembe, ez rendben van, működik, hát érted, ennyi. Én azt mindig ennyi. Azt mondom, hogy mikor valaki a fasztek, vagy akármelyik kínai gyártó áraival összehasonlítja a magyar shopot, ne felejts el, hogy a magyar shop behozza, vámkezeli, áfát fizet rá, neked számlával eladja, azután ő adózik, majd mikor a pénzét ki akarja venni a cégből, akkor társasági adó, nyereségadó, és a többi, és a többi. Tehát ez... De figyelj már, Charlie, tehát ezeknek nem magyarázza ilyet, mikor bejön annak idején, amikor Barkácsbolton volt, lejött egy nénike. De úgy sajnáltam, hogy, és annyira beszóltam volna neki, de néztem nyilván a korábbi. És akkor azt mondja a végén, amikor a 3 órán keresztül szolgáltam ki az 5 darab 5 féle szögével, és akkor ott hagyott 83 forintot, és még áfaszámlát is kért róla. És akkor, amikor írom a számlát, akkor ilyen, nem is tudom, ez a büszkeséggel és a megvetés vegyes keverékével a hangjában, de maguknak amúgy is könnyű, mert visszaigényelhetik az áfát. Jó, Istenem. Tehát most érted ennek, mit magyarázol? Tehát ez azt gondolja, hogy az ár és az repedés az áfán, érted? Tehát borzasztó. Borzasztó. És akkor mondjad neki, hogy hát azért valamiből élni is kell, föntartani, stb. Az ilyennek mindnek azt kívánom egyébként, indítson egy ilyen vállalkozást, és én ott fogok állni a háta mögött, és ütöm, mint a lovat. És akkor majd egy picit másképp fog ezekre a dolgokra gondolni. Míg azt ennek a panaszkodós blokknak a végére azért szeretném elmondani, mert mindig megkérdezik, hogy de hát ezeket te megkapod. Bizony, bizony, ezeket megkapom. És miután a tesznek vége van, visszaküldöm. Vagy visszaadom. Úgyhogy itt nem kolbászból van a kerítés is. Vagy kisorsoljuk. Azt igen, és például most mondom nektek, hogy lesz nem soká, ugye megkaptam az Oxygen-től a Evic Supreme-et, meg ezt az új három, mi az Isten, üvegszálas Tricoil új tankazányukat, a Deltát, és direkt megkérdeztem, hogy melyiket lehet kisorsolni. Hát az Evic azért az annál drágább, hogy sem az ember ezt sírás nélkül oda tudná bárkinek adni, de a Deltát például ki tudom sorsolni, tehát amit tudok, azt megszerzem, és nem magamnak és magam miatt. Mondjatok még egy oldalt, nem embert kell, mert aki kitalálja mondjuk a kuzival, hogy dobjunk már ki valakinek az ablakon 130 ezer forintért készülékeket. Tehát itt nem az van, hogy itt a spice-ba már nem fér be a szalámi meg a krumpli, mert hegyekben állnak a cuccok. Igen, hegyekben állnak, azokat én mind megveszem pénzért. A saját pénzemen, ugyanúgy a billetboxot is, ugyanúgy a provárikat is. Amit egyébként a kínaiak már gyártanak. Remélem, láttad a linkemet. Én azt láttam, de én azt úgy olvastam, hogy az inkább valami, oda volt rakva egy eredeti billetboxnak a képe, és valami DNA-s történet a hátamon a szörföl állt. És el is szomorodtam, mert mikor megcsináltam a billetboxos videót, hogy mennyire exkluzív, mennyire prémium, na mondom, up-to-date-esítem a tudásom, fölmegyek a weboldalra, mondom, ezt nem hiszem el. Mik ezek? Hát most már ott vannak színesítve is a történetek. Az enyém most már nem a legújabb, az most már csak a 3.0, és most már van 3.1 vagy 2, vagy mit tudom is én. Mert most már anodizálva vannak. Na, szerelmes Isten meg kalács, nem veszek újat. Úgyhogy én ezzel pont meg vagyok, szerintem. Elkapkodtad sem. Nem, szerintem nem, mert ez a... Ugye úgy néz ki, te is fogtad talán a kezedbe, hogy olyan, mintha ez acél lenne, de nem, ez egy alumínium, föl van polírozva, és bírja. De hogyha ott van a Fifika kezében a hanaklón,
Hát azért az a fekete bárhova oda csapod, csak egy picit az asztal sarkához, hopp, már kilátszik az alumínium alatta. Tehát azért ezek sérülékenyek szerintem, tehát én jobb választásnak tartom a sima polírozott történetet. Figyelj, ez egyébként most, hogy mondod, én ezt zsebbe rakom, nem tudom én. A festék hibátlan rajta, nincs sehol egy csorbulás, egy karcolás rajta, tehát ez abszolút rendben van ez a hana, amúgy. Egyetlen egy bajom van vele, egy kicsi az akkumulátor, egyébként szeretem. Viszont ha nagyon akarsz, akkor rendelhetsz eredeti elektronikát, vagy mondjuk vehetsz tőlem, és most már van do-it-yourself Hana box, vagy Hana készlet, bocsánat, mert Késre. Gomb, 5-10 csati doboz, már az aksi tartó is bele van rakva, bele van forrasztva, még mellé le vannak méretre vágva a vezetékek is, 5 fekete, 5 piros, bele a készletbe, haza, elektronika, beledob, és működik. Na, úgyhogy, és 20 pár dollár, azt hiszem, tehát nem is egy tétel. De akkor ez nem is ilyen barkás, hanem inkább ilyen IKEA-s történet. Hát azért mondtam, tehát úgy, tudod, ilyen do-it-yourself. Hobbi elektronika építő. Igen, 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 igen. Vesz magadra, hogyha nem sikerül. És viszont még ezzel párhuzamban, amit annyira hiányoltam, a normális használható méretű kazánok. Nézegettem nagyon ezt a Zenitet, amit nehéz kapni, a Zenit klónt, amit lehet kapni, de kicsi volt, 2 bekötési ponta. Most végre a mai nap megláttam 29,2 mm átmérőben Zenit klón 5 bekötési ponttal. Innen üzenem Gergőnek, hogy megvan a kazánunk. Tehát ez a zsír. Csinálsz 5 bekötési megvan, pont. Megvan a kazánok medvehagymája. Hát ugye egy pozitív, meg 4 negatív. Tehát én ezeket csak azért kultiválom, mert majd látszik a videóban a Foggernél, hát én azt hittem, hogy a földhöz verem már, mert a Foggernél az elejétől kezdve mutattam a videón, hogy hogy kell megtekerni, és lássa mindenki a szopás faktort vele, hogy nem olyan egyszerű 2 bekötési pont alá 4 húzalt úgy, hogy még a magasság, távolság, feszesség is stimmeljen. Ugye ennyi bekötési pontnál már legalább a mínuszokkal nem kell szenvedni. Tehát azokat behaigálod, és viszonylag egyszerűen, jaj, ki nem mondjuk, mert aztán mindenki ilyet vesz, és aztán jön a panaszkodás, hogy mégse olyan egyszerű. Na mindegy. A barkácskedvű felhasználóknak egyszerűbb szerintem a történet is, és ide már elfér úgy a tekerés, ahogy az ember szeretné. Úgyhogy ezt nézegettem mostanában, majd Gergővel beszéltem, ma csak pont ezt felejtettem el mondani. És lesznek még érdekes történetek ugye a videóban, amit azt elvittem Talira, nem vittem Talira. Kaptam például komplett decodes szettet, ami mi volt régen, ez a Redmine, vagy nem, az valami céges cucc. Mindegy. El a pipe, nem? Pipeline. A pipeline-nak ez az új neve, tehát a kopra ugyanúgy néz ki. Viszont, és kiderült, hogy mi a telegonosz. Miért telegonosz? Menjünk vissza a mitológiába. Penelopénak ki volt élete párja? Segítek. Telegonosz. Igen, és a telegonosz pont akkora méretű, hogy ha rátekered a Penelopot, akkor kopra ugyanakkora átmérőben, és azon kívül, hogy a finiselése nem úgy néz ki, egyébként kopra ugyanúgy néz ki. Tehát méretre nagyon, nagyon egyben van a történet, és bazira tetszett egyébként a készüléknek az energiagazdálkodása, de sehova nem tudom eltenni ezt az AC measurementet, meg a német oldalon váltóáramot írnak. Nem tudom, de Phil Buszárdó sem nagyon tudta hova tenni, úgyhogy megnyugodtam, hogy nem csak bennem van a hiba. Viszont jó kis ketyere, aztán lesznek itt még annyi kazán, hogy tényleg, mondom, oda mentem 10-re, és este 7-kor végeztem vele, tehát itt volt Kaifun 2.1 klón, az is kurva jó volt,
a Science Star-t is levideóztam végre, amit múltkor már csak akkor vettem észre, amikor szétszedtem a világítást, hogy ó, baszki, ez is itt van. De az is megvolt, úgyhogy lesznek most érdekes cuccokról videók. Mondom, ez a Danis dikódos történet, ez fú, hát annyit lehetne mesélni róla, mint égen a csillag. Az bazi jól gazdálkodott a... Na most akkor kibírtad deríteni egyébként, hogy mi? Az elektronika? Már mire gondolsz, hogy... Ez egy PVM, Jaj, ami jaj, jaj, magas... jaj, 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 ki nem mond, mert megölnek. Clairvoy azt mondta, Charlie, nem merem mondani, pont, hogy melyik kereskedőnek. Szerintem ez egy szar PVM-es cucc. De szerintem meg nem. Itt ami volt, az az AC measurement és a DC measurement. Én csak ezt találtam, ahol az AC szerepelt, ez pedig maga az ellenállás mérési metódusa, és hogy milyen frekvencián csinálja ezt. Az egyik 50 kHz, az AC measurementnél meg 200 kHz. És ugye meg tudod azt is csinálni, hogy ebben az üzemmódban, ha folyamatosan nyomom a gombot, akkor nem az van, hogy azt mondja a kazára, hogy mondjuk 1-2, ha nincs stabilizálódva, és értitek, mire gondolok, ha nincs stabilizálódva kazánod ellenállása, amíg nyomod a gombot, kiírja szépen 0-9-1, 1-2-1, 1-1-1, 0-9-1, és ezt csinálja, aztán te majd így fejben átlagolsz, hogy mi a túró van. De hogy ő például tudja azt is, hogy azt mondod neki, hogy meg tudod határozni, hogy hány perc után menjen le off-ba. Nem ebbe a készenlétbe, hanem kikapcsolja magát. És a készenléti áramfelvétele is borzasztó pici egyébként. De hogyha te azt mondod neki, hogy egy perc után takarodjál off-ba, be tudod neki állítani azt is, hogy viszont hány gombnyomásra kapcsolj be. 1, 2, 3, 4, 5. Az ötöt mondom, felejtsük el, az olyan egós, az nem jó. Beállítod egyre. Tehát kikapcsolod egy perc után, megnyomod a gombot, és amikor izzít, az azzal a lendülettel be is kapcsolod, tehát a nagyon-nagyon standby kikapcsolt üzemmódból egy gombnyomásra bekapcsolod, és már izzít azt is. Ez is nagyon nagy trúváj benne szerintem, és hát mit mondjak nektek, elmentem, ha én elmegyek dolgozni, 6-kor leveszem az aksit, berakom a készülékbe, elmegyek melózni, hazaértem este 7:30-kor 3,8 volton volt az aksim. Tehát több mint 12 óra egy fúra töltött, mi volt az? Vagy lila efeszt, vagy piros ávé, eredeti ávé. Eredeti. Úgyhogy jó kis cuccok vannak. Amit ugye néztünk a találkozón is, az Evic Supreme, tök mindegy, hogy mondjuk, ott is kiderült, hogy nem mi voltunk a hülyék, fifika. Nem lehet állítani a fényerőt, és Buszárdó is megnézte, én is csinálok majd róla még fényképet is, halál kinn az utcán, nyáron napsütésben. Nekem volt a régi Evikem, az szintén ugyanezt csinálta, tehát gyakorlatilag ilyen sötét kamrába kellett vele vonulni, hogy lásd. Bent nem volt probléma. Én egyébként azt kicsit gondolnám, hogy ez tök egyszerű lenne megoldani, mert hogy ennek a szoftverét is lehet update-elni. De erre mégse. Jött most ki, és ezzel megint pipa voltam. Föltelepítettem a gépre a szoftverét, azon nagyon egyszerű volt mahinálni, és láttam, hogy jött hozzá új szoftver, nem mondom, letöltöm, föltelepítem, hátha. És akkor le akar rántani nekem egy egzét. Hát mondom, szerelmes kenyér, hát én azzal most mit kezdek egy egzével? Úgyhogy nem lett lefrissítve, vagy felfrissítve, vagy hogy mondjam. Maradt úgy, ahogy volt, de csak ennyi volt az össz probléma, meg ez a rohadt menürendszert nem tudom megszokni, de egyébként meg tényleg kitolja azt, amit kell. De hogy még annál is nagyobb, mint amire mindenki gondol, az is biztos. Azt is akkor mellé tesszük, te a dikódot fogtad a kezedbe?
Mondjad már, a Hamesznek a módja volt a Nem tudom, kezem. hogy az 18.500 volt, vagy 650. Az 650 volt 65, eredetileg. aha. Tehát attól ki, és az kisebb volt már, mint, mert azt összenéztük, az kisebb volt így is a rovárinál. Na ezt mondta okosságként Vékonyabb is, és kisebb is. Aha. Na ezt mondta okosságként egyébként az Oszi. Mújónak mondom, mert ő nem látta. 18.500-zal megveszi az ember, és rárakja az extension kepet, berakod a 18650-es aksit, és kisebb, mint a provári elektronikástól, az i-nál egy jó másfél centivel rövidebb, nem tudtam olyan elektronikát mellé rakni, amelyiknél hosszabb lett volna a történet. Bazió. Bazió. És hogyha meg ugye az árát is pozícionáljuk, úgy is soknak tűnik, és aztán meg mikor ezeket így a strigulákat fölirogatod, meg kipipálgatod, akkor bakker, mégse sok. Mi van? Hát, ja. Nem baj, majd megint jönnek az megfejtők, akik kitalálják, hogy én a komplet szériát megkaptam ingyen, de nem. Én közben majdnem felrobbantottam magamat. Mi van, tekertél egy 0-1-et? Nem, azért hallottuk, hogy leállítottam a talpára szegénykémet, és szétcsavarodott a menet közben a kapcsoló, és zárt, és nem vettem észre. És aztán itt egy kicsit megmelegedett itt a helyzet. Ez kellemetlen tud lenni, és neked még a, vettem így. Neked magad. Még a izé van, a régi kuzi. Megatron, igen. Aha. Hát kuzi mostanában jó idő van, biciklizik. Úgyhogy várja őszig, sőt, várja az első hóig. Nem akarok. Kuzi, menj vissza az Esztergom elé. Klipügybe. Azt elfelejtettük mondani, hogy lesz találkozó. Augusztus. Másodikán. Másodikán. Kőhajó. Kőhajó, vagy mi ez? Berakjuk majd berakjuk a linkjét. Így van, a Facebook esemény. Mindenki borotválkozzon meg előtte, szedje rendbe a outfitjét és a haját. Smoking mert valószínűleg ilyen vágóképek és egyebek fognak forgatódni a találkozó alatt, illetve ez a találkozó annyiból is érdekes lesz, hogy itt az Egyesület egyfajta konferenciát fog tartani. Úgyhogy mindenki, akit érdekel az ECG jövője, illetve hozzá szeretne tenni ahhoz az anyaghoz, amit a minisztériumba fogunk eljuttatni, az kötelező jelleggel vegyen részt konstruktívan természetesen ezen a megmozduláson. Csak a miénk lesz a kőhajó, hekket előre lehet rendelni. Egyéb italok pedig a helyszínen fogyasztandók. Bár ugye mi csak egy ilyen füstölgő, bebaszcsizós társaság vagyunk, de azért most lesz némi munka is. Mindaz mellett ugye, hogy ismét örülni fogunk egymás társaságának. Ezért vagyok a legszomorúbb, ugyanis én augusztus 1-én indulok jól megérdemelt pihenésemre, ugye 31-e podcast nap. Figyelj csak, csak az Audit hagyd már itt, mert abban tudnám így kísérni magamat. Hogyha... Ezt ne mondjad, mert tényleg elhiszik. Nincs nekem ilyenem, csak egy... Miért a málnál is elhitték? Hát azt is elhitték. Mit szívok most szerinted? Málnát. Nem málnát. Akkor nem tudom, mi az lila és bogyó. Ja, azt, fekete ribizlit. Fekete ribizlit. De csak azért, mert ugye hát annyi, tehát időmilliómos vagyok, az összes leforgatott cucc az ágy végében van egy hatalmas nagy olyan IKEA-s szatyorba bepakolva, még arra nem volt energiám. Ezt az egy készüléket vettem ki még reggel, és na ennyi időm van. Úgyhogy én pont nem tudok menni, basszus. Augusztus 1-től turnézom, és nem leszek Magyarországon. Sajna. Jó pihenést! Köszönöm szépen!
megpróbálok, veszek valami vizét, kinti feltöltőkártyát, és majd hangouton bejelentkezni, hogy hát, ha elcsípek megint valami muskátlis dobozt, egy rengőhasú pali előtt, hát ha. Nem tudom, hogy lesz-e erre esélyed, de próbálkozhatsz. Próbálkozhatsz. Hát szerintem, fú, most nem tudom, mi legyen a munkacím? Az a baj, hogy miért már végeztünk? Hát nekem már nincs kedvem poncsóról beszélni, majd legfőbb. Ezt nem hiszem el, Isten nem mossa le rólunk. Mindegy, jó, akkor majd marad a, nem tudom, 50. adásig majd talán. A jubileumit megvárjuk. Igen, erre. Igen. Hát ha poncsó elég kitartó, ugye? Poncsó kitartó, az abba te ne kételkedjél, hogy nem elég kitartó. 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 Munkacím. Aztán nekem van ötletem, nem tudom, olvassátok el, én most beírtam, ha nem, akkor mondjatok mást, én ki sem mondom addig. Fú, ez egy olyan titkos rádió műsor, amiben már csak lemerjük írni, hogy mi igen. Lesz. Várjál. Jó. Oké, egy egri megvan. Na, most mi van? Nem ide írod a Skype-ba? De ne. Édes Istenem, show notes. Na, jaj, a tanyasi. Te, liba. Ülés várja a Skype-ba. Igen, tudod, és így nézi, ezek ekkora hülyék, hát nem írják. Erről nekem az a kis történet jut eszembe, amikor fut a matróz a hajón végig, és ordibálja, hogy süllyed a harosz, süllyed a harosz. Micsoda? Süllyed a harosz. Hát miért a harosz? Mert ha jó volna, nem süllyed. Akkor meg volt a napi fárasztó rovatunk is. Remek. Menjünk, fussunk. Így van. Így van. És akkor elárulhatjuk, hogy a munkacímünk kőhajó. Nem az. Bazd meg. Nem az. Ezt nem hiszem el. Hallod? Egy picit menjél jobbra, és ott van felsorolva nullától egészen 23-ig. Fű, hallod? Várjál. Ez nagyon durva volt. A trollok köztünk élnek. Kőhajó! Már te is mondjál az a kategóriót. Ez lesz a címe. A kőhajó trollok köztünk élnek. Jaj, annak nincs értelme. De a trollok köztünk élnek, annak van. És még igaz is. Szerintem most hagyjuk abba. Kész. Hát egy öröm volt. De akkor most mi a munkacím? Szerintem kőhajó nélkül a trollok köztünk élnek. Kőhajó. Hát ez nem hiszem. Jó, Istenem. Sziasztok! Majd lesz valami. Sziasztok! Mújó, nem köszön el? Kőhajó. Azok így lehajtom a súlyot, nézem az utolsó bejegyzést. Kőhajó! Hát ez kurva jó! Mi a troppás? Én foglak téged áthúzni kötéllel, bazd meg, a hajó feneke alatt. Ezt a kurva életbe. Még egyszer. Sziasztok! Köszönjetek már el, míg megy az adás! Nem, már elköszöntünk! Most hittem már nem. Sziasztok! Sziasztok! Hello!